Jó napot kívánok! Igen, jól látjátok, ismételten a jég esik. Megint, de gondoltam már megyek az autóval egy kört, mert teljesen csak így random, így véletlenszerűen megyek majd valamelyre. Ja, meg hát ez egy ilyen kamerateszt is, mert most máshova raktam a kocsiba, más felfogatással. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Hát most rohadtul rájöttem úgy a jég, mert ennyire azért nem esett. Szokásos kamion megy előttünk, mint mindig. Ugye itt Hollandiában kibaszott logisztikai központ az egész ország. Rengeteg kamion van amúgy. Hát jó, valamikor nem sokba lehet belefutni, valamikor fullon. Aktuális téma lesz, vagy számomra legalábbis, meg hogy főleg így, hogy hamarosan megyek haza, hogy ez a vasárnapi nyitvatartás, illetve nem nyitvatartás. Tehát ez mellett nem nagyon tudok elmenni, meg majd biztos majd otthon még lesz egy sor bosszankodásom, érte, miatta, mert hogy gondolja azt KDNP, meg a kormány, hogy miért van az, hogy vezetni akarják az embereket, illetve megmondani azt, hogy mit csináljanak, meg hogyan csinálják, meg kézen fogva. Nem kell itt felnőtt emberekről van szó, meg a népet itt vezetgetni, meg eldönteni helyettük, hogy mi lesz jó nekik, meg ez. Tehát először is ezt nem értem, hogy jönnek ahhoz, hogy megmondják, hogy én mit csináljak vasárnap, meg akárki másnak megmondják, hogy vasárnap ő mit csináljon, hogy dolgozhat-e, vagy nem dolgozhat, vagy boltba menjen, vagy ne menjen boltba, bevásárló központokba. Tehát először is, ez a legelső, hogy ezt felejtsük már el, most ugyanazt csinálják, mint régen rendszerváltás előtt, hogy meg akarják mondani furra mindenkinek, hogy ki, hogy mit, mikor, hogyan csinálja. Nem? Tehát, hogy mi az, hogy ilyen durván beleavatkoznak az emberek életébe, magánéletükbe, hogy vasárnap mit csináljanak. Másodszor, hogy eleve nem passzol, tehát hogy már akkor majd mindenki a családdal lesz, meg hogy azt én döntöm el, hogy mit csináljak vasárnap, meg hogyan, de amúgy rengeteg embernek, köztük nekem is, hát az én magánéletemben is ez program volt, hogy akkor, mert ugye általában szombaton ez az, hogy az emberek nagy része még szombaton dolgozik, és pont az, hogy vasárnap akkor, hogy esetleg főleg az olyan időszakokban, mikor télen, meg ősszel, meg mikor rosszabb idő van, hogy akkor elmentünk egy bevásárló központba, beültünk egy mozira, utána beültünk egyet kajálni, vagy akár még venni egy-két dolgot. Tehát pont, hogy az volt egy család, rengeteg nagy családosokat is láttam, akik ott voltak, és különböző programok volt ugye a bevásárló központokban, ami összehozta a családokat, illetve az embereket, meg a barátokat. Tehát nem? Miért gondolják azt, hogy csak az arról szól, hogy akkor csak otthon vagyunk a négy fal között, a szobába, meg max akkor, hogyha jó idő van, hogy kirándul. Hát a kirándulás is le lehet tudni szombaton, és akkor majd vasárnap meg lehet más programot találni, mint hogy mi is, mit tudom, szombaton. De szombaton alapvetően dolgoznak az emberek, és akkor most szombat délután rohanjon a boltba, mert gondolom, hogy mi lehet otthon, hogy ilyen izé, mint a heringek préselődnek a izé különböző bevásárlóközpontokban. Ugye Tesco, meg Ocean, meg mit tudom, mi ugye megrohamozzák, mintha világ vége lenne, tehát nem értem, hogy ez megint ez a meggondolatlan, tehát nem, és akkor jönnek ezzel, mert hogy rosszul van lekommunikálva, meg ugye a nyilvánosság. De nincs mit rosszul lekommunikálni, mikor egy határozat, egy ilyen feltevés, hogy zárjuk be vasárnap a bevásárlóközpont, ezen nincs mit rosszul lekommunikálni, ez egy szar törvény lett, ez egy rossz, eleve halva született gondolat volt, ez megint egy olyan szar, mint hogy kihozták, hogy az M0-as legyen fizetős, meg minden. Én meg is vettem mondjuk az éves matricát Pest megyére, mert ugye kell, és kiderült pont azt az útvonalat, ami miatt én megvettem, azt ugye utána visszarakták ingyenesbe. Ugye, hát most na, erre is nem tudok mit mondani, tehát eleve nem kellett volna megtenni ezt, tehát nem. Itt
hát most egy kicsit elkanyarodok, mert még a vasárnapi ittvatartásról szeretnék beszélni, illetve nem nyilván az, hogy nem lehetnek itt a bevásárlóközpontok. De megint ez, tehát ami volt ez a M0-ás ügy, meg a különböző autópálya, meg a város elkerülő útvonal fizetési tétele, meg stb. Meg ugye most ez a vasárnapi, meg előtte volt még sok dolog, rengeteg hibájuk volt, és ez nem arról szól, hogy rosszul tálalják a népnek, dehogy is, lófasz, nem. Ez sorozatos hibát véd a Fidesz, sorozatos hibát, most a legutolsó választásokat, hogy megnyerték, azóta folyamatos, sorozatos hibákat vétenek el. Na most sokan ugye beszélnek arról, hogy ugye a belső hatalmi harcok miatt, meg ugye sokan azt mondják, hogy hát ez csak egy dolgot jelenthet, hogy a pénzek elosztása, ugye, hogy a pénzekre figyelnek, hogy ki mennyit, hogyan tud elvenni, és akkor ugye a kormányzat. Hát igen, hát azt mondják a nagyok, az okosak, hogy ugye mintha elfelejtett volna a Fidesz kormányozni az utolsó választásokhoz, és ez nyilvánvaló, tehát ez rengetegen sok ember így látja, többek között én is, tehát hogy sorozatos, az egyszer biztos, hogy sorozatos hibákat vétenek, tehát ez nem kérdéses, és itt nem arról van szó, mert hogy ez rosszul van a médiába tálalva, de hogy van, hát nem, ez hiba, hibákat halmoznak hibára folyamatosan, mióta az utolsó választást megnyerték, erről van szó. Folyamatos olyan csőd, és akkor még ez mellette, hogy hibákat követnek el, ez mellett még olyan ugye, különböző korrupciós, meg olyan ügyek jönnek, helyeződnek itt előtérben, meg jönnek nyilvánosság elé, hogy tehát nem tudok mit, tehát hibáznak folyamatosan. Az, hogy mi lehet a háttérben, hát valaki azt mondja, hogy ugye hatalmi harcok, lehet is hallani. Valaki azt mondja, hogy a pénz elosztás, ugye ki mi, hogy merre mennyit kapjon, stb. Hát végülis teljesen mindegy, az a lényeg, hogy szarul kormányoznak és hibákat követnek el. Nem kis hibákat, hanem nagyon nagy hibákat. Többek között ez is egy hiba, hogy vasárnap ugye bezáratták a bevásárló központokat. Ja, igen, és akkor még ki lehet térni arra, hogy mert hogy ugye volt ilyen nyilatkozatokat is ugye olvastam, hogy mert hogy akkor majd akkor nem dolgoznak az emberek vasárnap is, és akkor majd otthon lehet a családdal meg minden. Na, hát akkor elárulnám a kibaszott kurva nagy titkot, hogy nem jó szántukból, és nem azért dolgoztak vasárnap, aki dolgozott ember a bevásárló központokba, mert hogy ne legyen a családjával, meg ő milyen hülye melomániás, meg az az élete, hogy ott dolgozzon vasárnap, mert ő hülye, biztos hülye. Nem. Hát azért dolgozott, mert szüksége van arra a rohadt pénzre. Mert kell neki az a pénz, mert nem tud máshogy megélni otthon, hanem igenis be kell vállalnia, hogy vasárnap is kell mennie dolgozni. Hát nem is értem, hogy hogy gondolták ezt. Hát most tudják, hogy hány embernek mennyi pénzt kivesznek a zsebükből. Mert hogy, ja, mert jönnek azzal, hogy mert hogy nyugaton van egy-két ország, ahol igen, valóban zárva tartanak az üzletek vasárnap. De hát könyörgök, hát kapjunk már a fejünkhez, hát ez megint egy sértő dolog, hogy megint az van, hogy hülyének néznek. Hát hülyének néz, hát hogy meri összehasonlítani Ausztriát, vagy Németet, vagy akármilyen nyugati államot velünk kapcsolatban? Hát nem lehet egy lapon említeni minket azokkal az országokkal. Hát teljesen más a gazdaságuk, az életszínvonal, hát minden teljesen más. Hát hogy meri felhozni egyáltalán nyilatkozatban az kitolni ilyen dumát, mert hogy a nyugati ízé országoknál is van olyan, ahol zárva tart. Hát ember! Hát viccelsz? Hát hogy lehet ilyen? Hát hülyének néznek? Hát... Na, majdnem, mi azt hittem, lekocolja a kamiont. Hát ez mert, hogy ott is. És ez a legdühítőbb, hogy hülyének néz. Tehát, hogy kijön, olyan nyilatkozatokat tesznek, meg olyan indokkal, tehát olyan történeteket mondanak, olyan indoklásokat hoznak ki,
hogy egyszerűen hülyét kapok, hogy teljesen hülyének néztek, vagy mi a büdös. Tehát, mert akkor hozzon ki olyan információkat, mondjon olyanokat, amivel tényleg meg tudja indokolni azt, hogy na, most ez nekünk miért lesz jó. Az, hogy ilyenekkel jönnek, mert hogy majd együtt lesz a család, meg hogy nyugati országokban is van ilyen. Hát könyörgöm, hát ne nézzetek már hülyének teljesen. Ebben az egészben úgy ez az egyik legdühítőbb számomra, hogy hülyének néznek. Hát teljes hülye fogyatékos agyhalottnak néztek, vagy mi? Hát most nem akarok már csúnyán beszélni, meg túl negatív lenni. Ne nézzenek már, tudja, kit nézzen hülyének. Példaként hozza fel nyugati országokat. Hát ne hozz már föl példaként a nyugati országokat, mikor nem vagyunk egy súlycsoportba velük, úgy magyarán mondva. Hát, hogy hozhat fel ilyen? Hát ez olyan, mintha felhozna, mert hogy a benzin is ugyanennyi, vagy kicsivel drágább a nyugati országokban, mint náluk, és akkor milyen jó, hogy nálunk olcsó. Hát baszd meg! Hát ötször annyit keresnek, nem baj? Nálunk nem tudom mennyi, 350 forint a benzin, most csak mondok valamit, itt kint meg 400 forint a benzin, 50 forint a drágább literje, de ötször annyit keresnek. Otthon keresnek 120 ezret, itt kint meg keresnek 600 ezret, és akkor, hogy nálunk, hát bazd meg! Hát nevedd már egy lapra, meg ilyen, és ilyen hülye, de felrobbanok ezen, hogy hülyének néz. Hát a jó, valamidet nézd hülyének, az. És akkor... De amúgy, tehát ez már mindenki észreveszi otthon, tehát már egyre több ember mondja azt, hogy egyszerűen az egy dühítő dolog, igen, amilyen intézkedéseket hoznak, meg törvény, de az a másik dühítő, hogy full hülyének néz. Tehát, és akkor beleröhög az ember a kamerába, az interjúba, az ember pofájába, tényleg így van, gúnyosan, hogy de ez miért jó, és hülyének néz közben is bele. Ugyan már. Van félelmetes, hát majd nyilván ez majd akkor lesz aktuális, mikor az megyek, és akkor majd elfelejtem, és akkor, hogy vasárnap, hát menjünk oda. És akkor, hát de zárva van. Zárva van? Gondolom lesz még egy-két alkalom, hogy előtti a fos az anyamat. Mert jó, nyáron oké, menjünk túrázni, meg menjünk kirándulni, meg menjünk ide-oda, meg amoda, oké. De hát akkor is van úgy, hogy meg az ember eleve, hogy elfelejt valamit, és szüksége lenne vasárnap, mert akármit csinál. Hát én is voltam úgy, hogy valami barkácsoltam otthon, de most nem is élelmiszerről beszélek, mert az is lehet, hogy élelmiszer, de ugye vannak ilyen családi kisboltok, ami nyitva van, lehet állítólag. Ha nyitva van, de olyat is hallottam, hogy sokan leszarják, mert ugye úgy vannak vele, hogy nincs konkurencia, azt talán nincs rá szüksége, hogy nyitva legyen vasárnap, azt nincs itt. Na, de mindegy, tehát valamit barkácsolsz, azt mit tudom én, kell egy akármilyen eszköz, és akkor volt olyan, hogy elugrottam akkor a Tesco-ba, vagy az Obi-ba, vagy valami, azt megvettem, érted, meg kellett, mert csináltam vasárnap. Hát most ilyen nem lesz, hogy elugrok ide-oda, meg amoda. Gondoljuk bele, tehát őszintén én tudom, hogy sok ember elfogult, igen, kitartanak az éppen aktuális hatalmon lévő párt mellett, de azért gondolkozzunk már józan paraszti észre, hogy valóban megéri kitartani, és valóban támogatni kell még mindig a hatalmon lévő pártot. Gondolkozzunk el, mert érdemes.